Fontos mérföldkőhöz érkezett az európai vasúti integráció Magyarországon. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT megbízásából a Siemens Mobility kiépítette és üzembe helyezte Magyarország első ETCS L2 európai vonatbefolyásoló rendszerét a Ferencváros, Kelenföld, Martonvásár, Székesfehérvár vonalszakaszon. A telepítés részeként a vágányokon elektronikus jeladó berendezéseket, azaz balizokat helyeztünk el, amelyek komoly szerepet játszanak az ETCS rendszerben a vonatok pozíciójának azonosításában. A balizok és a vonatok a szerelvények alján elhelyezett antennák segítségével lépnek kapcsolatba egymással. Az ETCS rendszer vezérlése az úgynevezett RBC központban történik. Ilyet telepítettünk többek között Martonvásár állomáson, ahonnan a vonal központi forgalom irányítása is történik. A vonalon közlekedő járművek egy vasúti technológiai célú rádióhálózaton a GSM-R-en keresztül kommunikálnak a telepített berendezésekkel, amelyek ezáltal folyamatosan ellenőrzik biztonságos közlekedésüket. A MÁV forgalmi szolgálata a telepített kezelőfelületeken keresztül avatkozhat be a vonatok közlekedésébe. A beruházás részeként teszt- és oktatóberendezést telepítettünk a MÁV technológiai központjába. Itt a MÁV vizsgáló személyzete laborkörülmények között modellezheti és vizsgálhatja a berendezés működését, a vonatok mozgását, valamint végezhet oktatási tevékenységet is. Az ETCS L2 európai vonatbefolyásoló berendezés telepítésének köszönhetően megvalósul a Ferencváros-Székesfehérvár vasútvonal európai átjárhatósága, és az arra alkalmas szakaszokon hamarosan elérhetővé válik az óránként 160 km-es sebességű közlekedés is.